Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinko Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony először a történelemben az Egyesült Államok adóssága elérte a 30 billió dollárt. Ezen a héten ezt meghaladta. Gigászi szám, és ugye ez fog még itt problémát okozni. Aztán a második ír arról szól, hogy a Coin CoinShares jelentése szerint a bitcoin ugye széndiokszid felhasználása, tehát az ökológiai lábnyoma elenyésző szerint ahhoz képest, amennyit egyébként hozzáad ö, magával a létezésével a társadalomhoz. Nyilván ezt lehet vitatni, de ezt állítják ők. És a harmadik hír pedig arról szól, hogy annak ellenére, hogy a pánikok csúcsán vagyunk jelen pillanatban, ami a bitcoin piacot jelenti és az árat jelenti, a on-chain adatok nem mutatnak medvepiacot, nem azt jövendőlik. Na, ez egy érdekes dolog, ezt Willy Wu tette közzé. Beszéljünk akkor erről, tehát ezekről a szomai szóval videóban is persze jönnek majd a kérdések és azokra a válaszok. Ha pedig fontos neked, hogy mindig napra kész legyél a kriptolóták a blokklánc világában, akkor szerintem abszolút jó helyen jársz, hiszen én itt a Blockchain Hangeli csatornán minden hétköznap hozom neked a legfrissebb kriptólóta és blokklánc híreket. Ez egy nagyon kis komplett csomag ebben a napi félórás kiadásban, hiszen egy kis elemzésen át, keresztül a híreken, majd kiukadván a kérdezfelek rovatban, ahol te is tudsz ugye kérdezni. Nagyon-nagyon sok minden van ebben a fél órában benne, szóval iratkozz fel, hogyha szükséged van ezekre a dolgokra, ez nem kerül semmibe, feliratkozó gomb, összes, ennyit kell összesen tenned, mm. és természetesen, hogyha tetszik a tartalom, akkor a lájkat szerintem ne hagyd ki. Valamint, hogyha szeretnél ebben a tévában olvasni, akkor arra is megteremtettem a lehetőséget, megjelent ugye a könyvem, kriptolótákról értetően mindenkinek címmel, és itt van ez a csomag, amit igazából ajánlok mindenkinek, ugyanis ezt tartalmazik a könyvben egy gyakorlati útmutatót és egy kriptó szótár, tehát két kiegészítővel van kiegészítve, és így tényleg egy, egy, egy különleges dolog jelenleg a piacon, abszolút magyar nyelven ez így ebben a formában egy kuriózum. Ha pedig bármelyik téma, ugyanis ezek bővülni fognak, még mélyebben érdekel, a bitcoin, a blokklánc, az egészet megérts, szeretnél megfelelő stratégiákat kialakítani, megértened a technikai elemzéseket, vagy az nft k világon most ugye nagyon dübörög, hiába vagyunk lefelé oldalazunk, ott nagyon szép profitok születnek. Ezekről mind-mind készítettem képzést, ugye felejtsétek az ingyenes képzést, hogyan kezdjünk neki bitcoinba és más kriptovalutákba történő befektetéshez. Ez is itt van, a honlapon, linkek itt van a videó alatt, tehát ezek mind elérhetők, a lehetőség megvan. Sőt, ugye egy újabb hónapot indítottunk február, tehát ilyenkor a legjobb a Patreon csoporthoz csatlakozni, hiszen ne felejtsétek el, mindig a díjat a Patreon a hónap elsőjén az legelején veszi le, és ugye amikor belépsz, a most lépsz be, akkor nyilván ezért meg a legjobban tényleg több mint 20 óra anyag, több mint 100 videó, oktató videók, és most tudjátok, nem csak altkony videók, hanem most már ugye oktató videó, akkor szakértőkkel, exkluzív beszélgetések, ahol ti tudtatok kérdezni. Most már az NFT-kre is kitérek, hogy a NFT hírek, heti elemzések, tényleg bővül-bővül a repertoár, és alapvideók vannak fönt abszolút, amik kezdőknek is jók, és olyanok is vannak fönt, amik meg haladóknak is jók, tehát tényleg olyan csomag, de ami nagyon értékes szokott lenni, és általában ilyen napi 40 valahány levelet kapok, hogy tudsz tőlem személyesen kérdezni. Van egy kérdésed ebben a témában, meg tudsz engem kérdezni, és én egyszer minden nap kiürítem azt a postafiókot, tehát konkrétan tőlem személyesen kapsz választ, és ez is jár a Patreon tagoknak. A VIP-val tudod ugye mindig az összes tartalmat nézni, és bármikor leiratkozhatsz, amikor szeretnél. Jó, tehát nincsen kötelezettség, hónapra hónapra megyünk. Na jó, és hát én úgy gondolom, hogy jelen pillanat az, amikor a legjobban megéri tanulni, készülni, mert akik igazából nagyon szakítottak a kriptóban, azok mindig akkor szálltak be, amikor nagyon jók voltak az árak, és akik későn érkeznek, vagy ilyenkor nem tanulnak, tehát én ilyenkor ebbe az időbe költök a legtöbbet saját magam, nem tehát saját magam képzésére, oktatására, ugyanis most van időm rá. És most készülök fel a legújabb trendekre, ezeket természetesen megosztom veletek folyamatosan. És amikor igazán elindul a piac, akkor aratjuk a babérokat. Ez a cél. De persze, mindenki úgy csinálja, ahogy ő gondolja, én csak mindig van önazonos tudok lenni, tehát mindig azokat osztom meg, ahogy én gondolkozom, de ez csak a saját véleményem, és ahogy én hozzáállok ez az egész piachoz. Na akkor kezdjük is a árakkal. Plusz 0,4%-on a Bitcoin, 38.583 dolláron. Ethereum 0,5 fölfelé, 2720, mi ez? 72 dollár. Ha megnézzük a nyerteseket, annak azok is, bár nem kiemelkedő. 9,7-tel Quant, utána írünk klasszik 9,3 és Internet Computer 8,6-ot ment föl a Top 100-ban. A vesztesek a Top 100-ban pedig BitTorrent 21%-ot zuhant most 24 óra alatt. Ebből a, a nagy részét megcsináltam most 1 óra alatt. Loopring 7,2-t, a Flow pedig 5,4-et. Nézzünk rá mindenképpen a gyertyacsártra legyünk kicsit napra készek, itt főleg a bitcoin szoktuk megnézni, ez befolyásolja az egész piacot, és továbbra is, amit a tegnapi napon mutattam, ez az emelkedő háromszöget, ami igazából egy e, bikás alakzat, amennyiben itt megnézzük, ugye ez, ezt e, a kialakulása január 21-től van, tehát itt most éppen a négy órás csártot látjátok, még mindig a tegnap óta, tegnap előtt óta igazából megyünk, megyünk, oldalazunk, nem törtünk fölfelé ki, nem törtünk lefelé ki, Simán bennem, ahogy hogy lefelé ismertünk, attól még, hogy ez egy olyan alakzat, ami általában fölfelé szokott kitörni. Mindig vannak kivételek, tehát azért a technikai elemzés, abban mindig, ott mindig legyen fenntartásatok, jó? Tehát nagyon-nagyon sok mindent megmutat, meg tud erősíteni, de hogyha jön egy olyan hír, vagy abszolút rossz a gazdasági helyzet, akkor bizony néha kukába lehet dobni az egészet. De fontos figyelni, mert amikor meg úgymond olyan helyzet van, hogy nem jön se rossz hír, se jó hír, akkor viszont nagyon sokan ebből indulnak ki, és kicsit ilyen önbeteljesítő jóslata van, hiszen mindenki ugyanezt figyeli, mindenki ugyanazokat a támaszpontokat, mindenki ugyanazokat az ellenállásokat találja meg, és pontosan ezért uh, lehet vele kalkulálni, hogy ha többség ez alapján lép, az magával uh, rántja a, a még, még több embert és pontosan ezért meg is történhetnek azok a fajta mozdulatok. De amit itt látunk, azért ne feledkezzünk el róla, itt is azért az volt, hogy oldalazás, esés, oldalazás, esés, oldalazás. Benne van, hogy ismételten megnézhetjük ezt a 35-öt, a 30-at, tehát mindenki úgy készüljön stratégiával, hogy erre, meg arra is lehet számítani, tényleg. Tudom, hogy ez most a vicces része a dolognak, hogy ah, kösz akkor mehetünk fölfelé, lefelé, meg oldalra, <coughs> Egyébként igen, tehát hogy tényleg ez a helyzet, de most tényleg úgy vagyunk, hogy, 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 hogy nem döntött el a piac. Tehát van egy nyomás, azért van ez a sok oldalazás, és ugye egyes szakadás, mert, mert ugye ez a medvék, medvék, bikák harca jelen pillanatban, és benne van abszolút a pakliban, hogy egy húzamosabb ideig mehetünk oldalazva és lefele. Meg az is, amit sokan mondanak, hogy elmaradt a nagy csimbunk cirkusz, és bizony, még benne van a pakliban, és ez inkább csak egy medvésebb időszak, nem feltétlen a hosszabb medvepiacnak a, a, a kezdete. De erről még itt a Willy Wu hírnél fogok beszélni. Azt mondom, hogy inkább menjünk rá az első hírre, ami nem szól másról, mint hogy az Egyesült Államoknak az államadósága elérte a 30 billió dollárt. Meghaladta, sőt, tegyük hozzá. vannak rekordok, amiket nem kéne megdönteni. Ilyen például az államos adósság rekordja, ami biztos, hogy nincs jó hatással az országra, mármint itt beszélek az Egyesült Államokról. De mivel ugye egy vezető nagyhatalomról beszélek, és ott a dollár, mint ugye a világvaluta, hát innentől kezdve a világra ez nincs jó hatással. És bizony megtörtént az, hogy a 30 billió, ne felejtsétek, ami angolul trillion, az magyarul billió, jó? Csak hogy valakinek föltűnne, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy más, ami ide ki van írva. Szóval magyarul 30 billió ö, dollár, ami megdőlt, és itt lehet látni, hogy megnyőzhetitek, ez a US Debt Clock, tehát adósság órája, ha úgy tetszik, és itt van bizony, nézzétek, hogy hogy megy fel ez a szám, ez gigászi, és itt van középen körülbelül a GDP, az éves GDP, és az 23 és fél billió dollár. Tehát könyörgöm, hat és fél billió dollárral nagyobb az adósság, mint a GDP az éves. Tehát abszolút, abszolút rossz irányba megy itt a dolog. Nagyon, nagyon kell keresni azokat a lehetőségeket, amiben tudunk kapaszkodni. Ezt a többség még, még nem gondolja át, ezt tudom, mert úgy van vele, hogy jó, hát mindig majd lesz valahogy az én feladatom az, hogy bemények naponta a munkahelyemre, megkeressem a kis pénzemet, befizessem a csekkeimet, a, és a családomat ellássam. De aki nem gondolkozik előre, azok mindig meg fognak lepüdni, amikor ilyen krahok, válságok beszélnek, hát de, de most most mi történik itt, hát akkor én így nem tudok megélni. Hát persze, hogy nem tudsz megélni, mert ezek a dolgok történnek a világban, és aki előre erre nem készül fel, nem e, tudatosan e, építkezik, az az, ah, nem is akarok belegondolni, hogy hány családnak ö, milyen sor se lesz itt. De nyilván mindenkit, ugye, nem lehet úgymond ö, megmenteni, és sajnos mindenkinek a saját felelőssége. Tehát lehet mindig kapaszkodni abba, hogy mindig egy egy, egy adott vezetésbe, egy adott kormányba, hogy majd ők megsegítenek, meg úgyhát megsegítenek, hát nem tudom. Én erre nem tenném föl. Én amit magam megcsinálok, fölépítek, félreteszek, befektetek, abban bízom, aztán ez legyen majd egy bónusz de egyébként meg szerintem mindenki dolgozzon azon, ez csak a saját véleményem, hogy ne legyünk teher a társadalomra. Tehát mindig lehet azt mondani, hogy már pedig én dolgoztam, befizettem az adómat, akkor már pedig ezt a nyugdíjat, meg szeretném kapni hosszú távon. jó, akkor ez a mese abban, lehet valóságcsatornára átmenni, nem, nem lesz ilyen. Nem lesz idő után nyugdíj, nem, tehát óriási problémák lesznek itt. És aki erre nem készül fel, és igazából csak úgy, úgy, hogy mondjam, azért mondja azt, hogy hogy már, már neki ez jár. Tehát kicsit ilyen keserves könyörgés, hogy ha én ezt kifizettem éveken keresztül, akkor ez nekem jár. Ez egy dolog, és ennek így kéne lennie. Ezzel teljesen egyetértek. De ébredjünk föl, hogy a valóság nem az. Ha magadról nem gondoskodsz, nézd meg az egészségügyet, nézd meg bármit, és most nem tudjátok, hogy nem országra bontva mondom, mert külföldön is voltam, ott is láttam, hogy működik sok helyen az egészségügy, szóval ez nem feltétlen a Magyarországra vonatkozik. Most globálisan gondolkozzunk, ugyanis a nyugdíj probléma nem itt probléma, hanem Németországban is ugyanolyan óriás probléma ami be fog dőlni az Egyesült Államokban. Tehát itt világviszonylatban kell gondolkozni. Viszont annál rosszabb is a hír, mert akkor ez így az egész gazdaságra ilyen hatása lesz. És nagyon horribilisek ezek a számok. Nézzétek, hogy a cikkbe itt beletekerek. A cikk azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy ez a 30 billió dollár, hogyha minden egyes amerikaira levontjuk, akkor olyan, mintha mindenkinek lenne 90 ezer dollár adóssága, azaz 28 millió forint adóssága. Mindenkinek? Az Egyesült Államokban. Sőt, itt van, hogy azt is írja, hogy a, a kamat kamatköltsége ennek átlagosan egy milliárd dollár per nap. Remélem, hogy összerakjátok a számokat, ezt ülepedni kell, mert ezek gigászi számok egyébként, és ez csak rosszabb lesz. Inflálódik a dollár, még többet nyomtatnak, még több lesz az államadóság, és még sorolhatnám, és még sorolhatnám. És ezért mondom azt, hogy aki nem kap észbe, és most ez a része nem a kriptóról szól, bár ugye kriptó ez a csatorna, nem talál ki valamit magának, ne számítson arra, hogy bármelyik rendszer megmenti, mert nem tudja majd. És a saját életed és a, életed, a családod élete a te kezedben van. És nyilván így a képbe például a kriptovaluta, mint alternatíva, és ugye megnézzük, hogy hogyan teljesített a, a, a a, a múlt évben, vagy az elmúlt években, vagy az arany, akkor tényleg azt kell látni, tehát a statisztika azt mondhatja, hogy a bitcoin egyszerűen többet hozott. Pont. Ezek csak számok, ezek tények, aztán mindenki e, úgy kezelje, hogy szeretném, amit elhangzik, az nem tanácsadás, inkább csak rávilágítok itt különböző dolgokra, és utána te magad pedig meghozod a döntéseket a az alapján, amit, amit, amivel te is egyet értesz. De hogy nem jó irányba megyünk, az én véleményem szerint az, az tuti, és aki nem kezd előre időben felkészülni a térre, és itt most nem a kriptótérről beszélek, hanem ami, 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 várható majd itt évek alatt, az, az, az jönnek közben, mert eltűnt az oldal. Visszatértünk, nagyszerű. Na jó, ez volt az első hír, ez azért egy igen csak jelentős dolog. A második, amiről beszélni szeretnék, ez egy jelentés a -től, től és ők azt mondják, hogy a bitcoin károsanyag kibocsátása igazából azzal összevetve, hogy mit is ad a társadalomnak nem túl jelentős. A bitcoint főleg ott éri támadások, több helyen is, de, de főleg azzal szokták tám támadni, hogy ugye a káros anyag kibocsátása a bitcoin bányászatnak, annak bizony igencsak rossz, rossz, hatása van a környezetre, túl nagy az ökológiai lábnyoma, és ez egy Trend, ami most változik, tehát számos protokoll most már a Proof of Stake-et részesíti előnybe. A második legnagyobb kriptovaluta piaci kapitalizáció szerint az Ethereum is Proof of work ami tényleg rengeteg energiát használ föl, most áll át a proof of stake-re. Tehát egy csomó minden a kriptóban abba az irányba megy, tehát ott már nem lesz. De a bitcoinnál ez nem egy olyan könnyű történet, itt nem olyan könnyű változtatni dolgokat. És pontosan ez az előnye is, hogy ennyire decentralizált és ennyire nehezen lehet megváltoztatni, ez adja a biztonságát is, de ha fejlődni akar a korral, akkor nyilván ez nehezíti. Itt van például most akkor a shares, akik arra tértek ki, hogy uh, igazából világviszonylatban a globális ugye széndiokszid uh, kibocsátás 0,1 százalékát, pontosan, mint alul egy pontosabb számot tettek, 0,08 át uh, adja a bitcoin. Ami egyébként állítólag 2021-es évben 41 megatonna volt, uh, ugye széndiokszid, uh, ami egy évvel ezelőtt, mármint azelőtt, 2020-ban 36 volt. Tehát itt volt egy, egyfajta emelkedés. Viszont az a, úgy vita, tehát az a érvelnek, hogy amit viszont a bitcoin hozzáad az egész társadalomhoz, ahhoz képes viszont ez a 0,1 százalék, ez nem annyira vészes, hiszen ott van számos más iparág, ami sokkal jobban szennyezi egyébként a ö, környezetet. És arról is beszélnek itt, hogy nyilván ez a bitcoin bányászat ö, is évek alatt át fog abba az irányba menni, hogy inkább a tranzakciós díjakból fognak a bányászok jobban élni, mint magából, hogy mennyi bitcoin kapnak jutalom gyanánt, ugyanis ugye ez folyamatosan a halvingokkal csökken. Persze az is igaz, hogy lehet, hogy azokért is megmarad a nagyobb harc, tehát ez is változhat, hogy esetleg akár az energiaigény innen a részről csökkenhet. Feltételes módon, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő természetesen. Valamint azt is mondják, hogy a többi iparághoz képest ugye ez a bitcoin bányászat sokkal mobilabb, tehát látjuk, ami történt Kínában, hogy azt mondták, hogy bányászatnak ennyi, befejeztük, akkor lezuhant a hasráta, és újabb csúcsokat érünk meg, hiszen átvándoroltak az Egyesült Államokba, Kazasztánba, más országokba, és így sokkal mobilabb ez a rendszer, és ahol mondjuk van újrahasznosítható hasznosítható, ugye zöld energia, akkor mindenképpen oda tud menni, és ott tud tovább működni, nincs annyira helyhez kötve, és ahogy ezek a lehetőségek bővülni fognak, úgy maga a bitcoin ugye, energia felhasználása is ebbe az irányba mehet, tehát az újra hasznosított zöld energia irányába, állítólag ugye már több mint 50%-a ebből van a bitcoinnál. Tehát mindenképpen elindultunk ebbe az irányba, valamint ugye, mint mondottam, ugye a második legnagyobb például az Ethereum is átáll Proof of Worker-proof of Stake-re, tehát ott is lesz már egy visszaesés, és természetesen az újabb protokollok meg abszolút a Proof of Stake irányában mennek jelen pillanatban. Aztán mindenki elmondhatja és eldönteni magának, hogy ez így oké, okay, tehát hogy tényleg arányban van, hogy amit ad a bitcoin nekünk, azért ez megéri, vagy nem, nem éri meg ez nyilván mindenkinek a, a, saját véleménye, kommentben megírhatjátok, hogyha gondoljátok. Na jó, és akkor a következő hír az pedig arról szól, hogy igaz, hogy a pánik a csúcs körül van, de az oncsin adatok alapján nem a medve piac várható, állítja ezt Willy Wu. Azt ugye nem kell megmutatni, hogy éppen milyen piaci hangulat van, mindenki úgy gondolkozik, hogy nem mindenki, de azt mondom, hogy többség, hogy pánik van, gyerekek, zuhanunk lefelé, még lejjebb fogunk menni, itt van a, a nem tudom, én a hosszabb, medvésebb időszak előttünk, egyre több a pessimista, mint az optimista, tehát mondhatjuk, hogy pánik van. Ezt a Fear and Greed Index is jól mutatja, hogy most 20 valamennyi van, de volt ez a olyan rég 10 valamennyi is. De itt van Willy Wu, aki azt mondja, hogy ha viszont megnézzük az on chain adatokat, és akkor most megnézhetjük azt, hogy folyamatosan a tőzsdékről való ö, váltókról való kiáramlása a bitcoinnak, az, hogy folyamatosan ugye vásárolják a bitcoint, nyilván nem a váltókon történik ez a nagy mennyiségű vásárlás, hanem ott ugye OTC, tehát a háttérben igazából, ezért nem is befolyásolja annyira az árat, és ö, még számos tényező a hash az emelkedése, tehát hogy a bitcoin bányászok ennek ellenére teljes gőzzel bányásznak, és úgy gondolják, hogy ez nekik megéri. Ez mind-mind arra mutat, hogy összességében bizonyos értelemben megvan az alapoptimizmus. A másik, amire ugye érdemes figyelni, hogy ugye van egy pont, amin már azon vagyunk, hogy és amikor elérjük az alját, sokan mondják, hogy most is az alja körül vagyunk, amikor már azok, akik el szerették volna adni a bitcoin, mert már nem bíznak benne, mindegy, hogy most pluszban vagy mínuszban adták el, főleg ugye mínuszban az utóbbi időben, azok már ezt megtették. És akik ugye itt maradtak, még mindig tartják úgy, hogy már voltunk 30, nem tudom, három környékén is, most nem olyan rég, aztán most mindig 38 körül vagyunk, azok már azok, akik valószínű erősebb kézzel fogják, mondjuk egy érdekes dolog lesz, még hogyha mondjuk elérjük a 30 ezeret, és mondjuk az alá benézünk, tehát ugye lefelé megyünk, akkor szerintem az még lehet mindenképpen egy vízválasztó egy pár ember számára. De lényegében egyre kevesebb ember lesz, aki meg akar tőle szabadulni azok közül, aki még mindig tartja. Hiszen a többség, aki újonnan érkező volt, vagy nem annyira bízik benne, az már valószínű megtette az eladási lépéseket. Ezzel viszont akkor csökkentjük azt is, hogy, hogy ugye egyre tovább menjen a, a pánik. Az, hogy oldalasszhatunk a lenti szinten, még egy újabb lendületet nem kapunk, az simán megtörténhet, de nyilván a végtelenség nem tudunk a nulláig leesni. Üm, ugye jelenleg itt is azt írja, hogy Ugye 44 os körülbelül az esély, és 69-ről jöttünk le, mint tudjuk. És Virivo azt mondja, hogy az, hogy az elemző, hogy az intézményi határidős kereskedést említi meg a fő okként, amiért az elmúlt három hónapban ugye folyamatos csökkenés van, úgyhogy ellaposodott a, a, a piac egy picit, valamint hát nyilván e, természetesen a Fed és társainak a bejelentése sem tesz nagyon jót a, a, a piacnak. Szóval egy összetett problémáról beszélünk, de ő mindenképpen e, amellett ágál, hogy viszont az on adatok nem azt mutatják, hogy itt egy medvepiacos időszak következik. Na, ti mit gondoltok? Nyugodtan ezt is megírhatjátok, hiszen ő is csak egy elemző, nézi az adatokat, mindenki az adatokat nézi, ebből próbálunk okosak lenni, látjuk a jövőt, ő se, én se, senki nem látja. Tehát innentől kezdve bármi lehet. Én úgy gondolom, hogy most tényleg aztán ilyen pengeiren táncolunk, hogy lefele, felfele, lefele, felfele, de még mind a kettő benne van a pakliban. És ezt tudom, hogy mindig így van, hogy vagy föl, vagy le, de azért olyan szempontból meg nem, hogy amikor most is ugye mentünk lefele, akkor mindig azt mondtuk, hogy abszolút egy lefelé menő trenden vagyunk a napin, a hetin, ez ki kell mondani. És amikor megyünk felfelé, akkor még felfelé menő trendben vagyunk. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy jönnek az újabb és újabb, újabb rekordok, és nyilván ez idő után elfogyott. Tehát nem volt, nem volt benne több, hogy minek köszönhető, hát mindig más mindennek. Egyszer Kínának, egyszer a, a világ gazdasági helyzetnek, egyszer a pandémiának, mindig van valami, ami tuff, leüti a kalapácsot. Ezeket előre soha nem látjuk. Előbb-utóbb a trend megfordul. A fölfelé menő lefelé menő lesz, a lefelé menő pedig felfelé menő lesz. Erre viszont lehet számítani, és hogyha a hullámokat megfelelően lovagolod, mint egy jó szörfös, akkor meg élvezed ezt a hullámlovaglást. Csak nem szabad szembe menni velük. Ugye ne fogadja trend ellen. Na jó, ennyit akkor a hírekről, és akkor most jöjjön a kérdezfelek robot. És ha neked is kérdésed, észrevételed lenne, akkor mindig a napi videók alatt ozd meg, mindig az aktuális alatt, mert csak addig megyek vissza, amikor éppen készítem a következő videót, onnan csemegézek, most is ezt tettem, és már is, meg is, is megosztom. Itt egy hosszabb lélegzetvételű nem kérdésről, csak egy. Nézőpontról, beszámolóról ö, lenne szó, és azért osztom meg veletek, mert nagyon örülök, hogy, hogy ilyenek emberek is vannak, és ha vannak jó sztorik, akkor nagyon szívesen. Szóval <kül> ez hogyan álljunk ö, neki, hogyan álljunk ugye hozzá? Írja ö, Riárd a sztoriát. Én például első körben, amikor elkezdtem foglalkozni tűzsdével, kriptók közelébe nem mentem, Megvettem egy-két könyvet, ami a témához kapcsolódott, hogy hogyan legyek sikeres kereskedő, stb. Aztán jó egy évig demó számlán próbálgattam grafikon elemzés figyelni, mire hogyan reagál a piac. Aztán jó egy évig, ja ez már volt, <laughs> mi mozgatja. Mire megnyitottam egy broker cégnél az első számlám. Persze, ott ö, is elláttak egy-két hasznos tananyaggal. Aztán, amikor már úgy éreztem, hogy na, megy ez nekem, kezdtem ugye valódi pénzzel beszállni. Ott jött az első felismerés, hogy a valódi tétel nagyon más dolog ennek a pszichológiája. Jobban megremegett a kezem, és nehezebben viseltem, ha éppen esett. Volt is pár bukom, ami amúgy jól jött volna, ki de. Viszont a kockázatkezelésem és pozíció méretezésem egyre jobb lett. Stop loss kötelező elem. Aztán idővel megértettem, idővel értettem meg igazán, amit sokan mondtak is, hogy jó nagy része a dolognak pszichológia, és mennyi múlik azon, hogy fejben hogyan állok hozzá, olyan apróságokra is figyelve, hogy stabil, nyugodt érzelmi állapotban nyissak pozíciót. Egyenes háttal, magabiztosan, és bízok magamban, de nem elbízva. Ott sikerült egy év alatt a befektetett pénzem megduplázni, aztán jött az ötlet, hogy rá kellene nézni a kriptóra is, de nem semmit, de semmit nem tudtam róla. Annyi volt a fejemben, az valami, amiben sokan sokat keresnek, de amúgy évente jön egy, na ennyi volt kávé a hír. És én is így gondoltam, de nem szeretek vélemény rabja lenni, és főleg nagyon merev a véleményem valamiről, jobban utána nézek. Sora kerestem fel a Youtube-on a neten az arcokat, akik többet tudnak róla, így jutottam ugye ide is. Jó, egy-két hónapig nézegettem a csártot, próbáltam a piacos tapasztalatból merítkezni, figyelni, mire mozdul, mi hat rá, utána olvasni annyit, amennyit lehet, mi a pszichológiája, mi működteti. És csak utána, 2020 7 -ó volt, amikor úgy véltem, hogy na akkor most, és megvettem az első bitcoin morzsámat, ami szépet is ment, mint tudjuk. Csak azért is nem tudja mikor és hol beszállni felelőtlenség. Lecsúszva semmitől nincs senki, vagy semmiről nincs senki. Tűzs, de, lesz holnap is, előtte tanulj. Folyamatosan figyeld a Twitteren, akik benne vannak. Minden nap itt is a videó, persze jó néhány oldal is, olyan is, ami negatívan áll hozzá, mert jó látni azt az oldalt, hogy ugye teljesebb képet kapjál. Akkor én vagyok a pozitívak szerint. <laughs> Amit tudok, hogy türelem kell sok befektetett munka és igény a tanulásra, a fejlődésre. És első sorban na a nagy pénzt, ne a nagy pénzt ö, vár tőle türelmetlenül, a legjobb, ha élvezed is a kutatómunkát, benne az elemzést, ha leköt és örömet ad. Ha csak a pénzt látod benne, hm, fene tudja, van jobb hely is, ahol nem hullik ki a hajad. Nekem kihullott mondjuk. Én élvezem, és baromi nagy örömet tudnak adni az apró sikerek is. Nem vagyok terhetetlen, és leköt, mert inkább hobbi, mint munka, és persze jó látni, hogy növekszik is a kis pénzem, energiám. Pénzenergiám. Na, meg mellette van egy fix állásom, ebből meg majd meg lesz a nyugdíjas évekre való. Sok sikert mindenkinek, és jó tanulást, Atyám neked, meg köszi a videókat. Kicsit szembesült a nap, és néha olyan rosszul látom ezt a képernyőt, de a lényeg az, hogy látjátok nál is az a helyzet, és azért szeretem ezeket néha azért megosztani, hogyha nem is folyamatosan nyilván mindegyik sztorit, mert örülök, aki alátámasztja azt, hogy bizony, keményen kell azért tanulni, küzdeni, pofonokat kapni, hogy utána kialakuljon, hogy hogyan csinálod ezt. És óriási, óriási tévúton van az, aki úgy gondolja, hogy megérkezem a kriptóba, veszek valami kriptót, és utána gazdag leszek. Nagyon nagy valószínűséggel óriás bukó lesz belőle. Aki nem a képzés oldalról kezdi a tanulás oldalról, az olyan, mintha most kriptó tényleg egy, egy nagyon gyorsan menő piac, beültetnek téged egy ferrari úgy, hogy soha nem ültél még autóba. Vezest, hajrá! Tehát innentől kezdve nagy valószínűsége össze fogod törni. És sajnos ez is ilyen. Neked gratulálok a hozzáálláshoz, és sok sikert is kívánok, és nagyon jó látni azokat, akik így állnak hozzá, ugyanis én is ezt képviselem. És akik szerintem itt vannak, lassan megértik, és ezzel tudnak azonosulni, hogy ahol csak tudod, mindegy, az külföld, internet, kurzus, YouTube csatornák, minél több információ képez magad, hogy ránást az egészre, meglegyen az összkép, és el kell kezdeni idővel nyilván a kereskedés, de nem ólin, hogy akkor, na, akkor most gazdagok leszünk, és mindent betolok, és akkor hadd szóljon, Legyenek kudarcaid, legyen tapasztalatod. Nem mindig jó nyerni sokkal többet tanulsz a, a, a hibáidból, mert amikor nyersz, hát minek változtas? Hát apám, megyünk fölfele, szuperek vagyunk, nagyon jó. Kellenek a, a, a bukások, kellenek a kudarcok, kellenek a mínuszok, kellenek a korrekciós időszakok ahhoz, hogy megtanul ténylegesen, hogy működik ez a piac. Inge és young, az egyik a másod nélkül nem fog működni. Viszont ha megtanulod, hogy erre hogyan reagál, hogyan kezeld, és ki tudod építeni a stratégiádat, akkor hosszú távon viszont nyerőben leszel. Lesznek időszakok, amikor mindenkinek most kevés. aki kriptóban van, mindenkinek lejjebb van a portfóliója, mint össze volt. Nekem is, mindenkinek. De számít ez hosszú távon? Igazából nem, hogyha a megfelelő eszközökben van. Na még egyszer köszönöm a sztorit. Szia Attila! Egyre több helyen olvasni a kriptó Wintert, és YouTube-on is sokan erről beszélnek. Tudnál róla mondani pár mondatot? Köszönöm. Hát ez a kriptó tél lényegben azt jelenti, hogy egy hosszabb időszakot várhatunk, ami az árak úgymond lent lesznek, és nem jön az a bizonyos újabb kitörés. Arról már beszéltem a videóban, hogy abszolút ennek is megvan az esélye, nyilván mindennek. A lényeg az, hogy annak megfelelően cselekedjünk, aki kriptóba akar lenni, szóval megfelelően kell lereagálni a helyzetet, Ergo az én olvasatomban az van, hogy akkor tudom gyűjteni szépen fokozatosan azokat a dolgokat, amikben bízom, amiben hiszek, amíg jó áron vannak. Ha meg esetleg bármikor kisütne a nap, megjönne a Crypto Summer, nem tudom, tehát elmúlna amit, akkor meg örülök, hogy amit begyűjtöttem, az akkor éppen szágult fölfelé. És amíg meg ez tart, addig szépen fokozatosan. Azért mondom, a szépen fokozatos, mert nem tudod, hogy mikor megy még lejjebb, vagy még lejjebb, és aki egyszerre bevásárol valamiből, annak lehet, hogy azt mondja, hogy uff, na de hát ott kellett volna venni. Ehm. Szóval ennyi a kriptovinter Winter lényegében. Egy hosszabb, hosszabb, medvésebb időszakot jelent. Szia Téla, gratulálok a csatornához, egy jó idején minden nap nézem. Kérdésem az lenne, hogy létezik olyan euro alapú stablecoin, amivel érdemes lehet foglalkozni? Van értelme, létjogosultság egyáltalán az ilyen coinoknak? Azt tudom, hogy a Tether EUR, tehát a EURT talán, meg a Coinbase-en még néhány másik, de a máshol nem nagyon láttam, sem tőzsdén párként, mint Bitcoin EURT. Tudom, hogy a USD alapú a piac, de fura, hogy az euróra nincs igény. Köszönöm. Abszolút én úgy gondolom, hogy ez még egy gyerekcipőben jár az egész dolog. Itt is, nem tudom, van itt egy cikk, amit megmutatja a toppokat. Például itt van a föl az EURS, csak hogy megnézzük ezt. Csak hogy érezzétek a különbséget. Tessék, that's zero. Lehet látni, nézzétek, például ennek a piaci kapitalizációja 120 milliárd dollár. És akkor a ted beszélünk, ugye, amit ugye a héten is volt róla szó, hogy a USDC jön föl 50 milliárdon, ez 120 millió. 50 milliárd teder a maga, nem tudom, 70-valahány milliárdjával. Tehát nagyon-nagyon gyerekcipőm van, igazából még nézzétek meg a kilengését is, az árat, tehát hogy e, jó, szóval, hogy, hogy én azt mondom, hogy jelen pillanatban nincs értelme foglalkozni euró alapúval, egyszerűen meg kell érteni, hogy a világvaluta az dollár, a kriptót mindig ehhez a dollárhoz viszonyítják, aztán idővel, időveli érdemes lesz majd a kriptókat szerintem bitcoinhoz viszonyítani, mert az lesz majd a mérvadó, hogyha a dollár nagyon elinflálódik, a többi kriptót mondjuk a bitcoin párossal, vagy nem tudom, keressük az aranyat, vagy valamit hozzá, de, de, de jelen pillanatban az eurónak, hát egyszerűen a dollár miatt, mert hogy az uralmat a dollár uralja itt a pénzvilágban főleg. Ilyen, dominánsa domináns a, piac. Szóval nekem, nekem nincsen euró stablecoinom, nem találtam olyat. Szia Attila, mondd meg kérlek, mit jelent a Blue Chip NFT? Már többször említetted ezt a videódban, és kijelentetted, hogy szerinted csak ilyenekbe érdemes vásárolni. Válaszolod előre, is, köszönöm. A Blue Chip kifejezés igazából a tűzsdéből érkezik, ugye ott a top kategóriás részvényeket hívják ennek, és ugyanúgy, mint vannak úgymond, és innen vették, hogy olyan blue chip kriptók, láss Bitcoin vagy Ethereum, az NFT kategóriában is a top projekteket hívják annak. Tehát nem azt a, a kicsit, mint egy ilyen nagyon kicsi altcoin lenne, az nyilván az, az sem blue chip, hanem ami mögött tényleg egy, hát ami fundamentálisan is erős. Tehát tényleg egy, egy olyan csapat van, olyan a grafikája, olyan a roadmap tehát hogy honnan hová tartunk. Azok, tehát most már olyan sok NFT van a piacon, hogy régen még működött az hogy bárki kihozott valami NFT-t, és akkor ez talán jó pofa lehet. De igazából most már nem olyan könnyű egy NFT projektet beindítani. Tehát ha csak te csinálsz NFT-ket, egy sorozatot, és földobod az OpenSea-re, miért vennék meg? Jól hangzik, hogy te is tudsz otthon NFT-t csinálni, de hogy miért tudod eladni? Eladni akkor tudod, Hogyha egy olyan marketing kampányt építesz rá, és először rajongókat gyűjtesz, akik epekedve várják, hogy végre megjelenjen a sorozat, és elköltsék a pénzüket. Jelen pillanatban ez így működik, ezért van az, hogy ezt a whitelist-et kialakítják, hogy föliratkozzál, ezzel rögtön azt mondják, hogy jó, akkor nagyon aktívnak kell lenned a Discordon hozzá, hogy megkapd ezt a, a kedvezményes áron, ugye igazából föld meg tud venni, mint régen az ICO-k voltak, vagy éppen az id k -ok, ugye, <kül> most a koinoknál. És ez viszont óriási hype generál, mert azok az emberek meg úgy kerül, kapják meg ezeket a helyeket a white system, hogy promotálják rengeteg embert, meghívnak a Discordra, a Twitteren, a social felületeken folyamatosan, folyamatosan nyomják a projektet, ami még több embert generál, és igazából így lehet elérni azt az érdeklődést, ha az alapprojekt, ahogy kinézze NFT, az jó. Tehát fölkelti az érdeklődést az embereknek, plusz ugye te ezt szépen fölépíted. Aki csak úgy földob egy kollekciót, és nem tudja hol reklámozni, az, 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 az nem tudom. Tehát az én miért fizetnének? Van már bőven NFT. Szóval és ezért gondolom azt, hogy, hogy amit a nagy többség, amivel egy nagy közösség van mögötte, azok a legértékesebb NFT-k, és erre vonatkozik a blue chip. Szerintem itt a vége a fuss elvére. Ha tetszik ez a tartalom, amit itt csinálok, akkor jöhet a like, ugyanis te ezzel hálálod meg igazából, hogyha ez tetszik, valamint ugye segítesz nekem abban, hogy még több emberhez eljusson ez a videó. És ha még nem lennél itt, de fontos neked, hogy minden nap ugye képbe legyél, ha blokklánc, ha kriptó, hogyan alakul a piac, akkor annyit kell tenned, hogy féljárdkozol erre a csatornára feliratkozó gomb, összes, és akkor mindig megy az értesítés, ahogy megjelenik egy új videó, és ez a kulcsa annak, hogy napra kész legyél. Holnap természetesen e, jövök vissza. Egyre tök, meg is akartam már nézni, hogy holnap van harmadika. Igen, akkor ha minden igaz, akkor holnapi vendégem pedig e, Szilágy Imre lesz ismételten, ugyanis jön a következő b most februárban, és erről fogok az Imrével beszélgetni, ugye Blockchain Budapest, ugye ez az a konferencia, ami évente kerül megrendezésre, és talán a magyar kriptó szakma krémje és az iránt érdeklődők ugye ott ö, találkoznak. Nos, állítólag idén is akkor megrendezi, február 22-e lesz a minden igaz akkor a dátum, de mondjon erről többet ő majd a holnapi nap folyamán, tehát akkor ő lesz elvileg a vendégem, és akkor holnap találkozunk, mindenkinek szép napot, sziasztok!